Ezekkel kendőkkel. És a hajszemből, vagy mit kell? Igen, mindent igazából ugye most ez változó, vagyis meg lehet változtatni ugye a festett hajakkal. Tehát ugye van mindenkinek egy eredeti színe. Most valaki nagyon megváltoztatja ugye a hajszínét, most ugye barnának született, nem tudom ki, hogy milyen szín. Igen, de a szemek barna tette, akkor is. Tehát most, hogyha barna egy hajja, akkor te kimondottan egy ősztípusú, de ősztípusba tartoznak, például egy sötét ilyen barnás haja, tehát ott, hogyha a színeket hozzápróbálnám, tehát mindezek a meleg színek, az összeszínek állnának jó. De mivel most a dia ugye szőke is lett, ugye nem határozott szőke, ugye nem olyan szőke, mint a te hajad, ugye egy kicsit ilyen barnás szőke, vagy nem tudom, hogy ez hogy hívjuk, tehát kicsit így most ilyen tavasz, tehát tavasz, ősz, tehát azok a színek állnak jó a diának. Majd közben is érzek még. Na, bocsánat, visszatérünk így a személyekre is, hogy csak még annyi, hogy azért itt a színeken egy kicsit, hogy végigmennék, hogy megmutatnám. Nem baj. Szóval itt nagyon akartam mondani, most jó. Szóval nagyon volt, majd visszajön, most nem gondolkodom azon, hanem megyünk tovább. Ja, ha igen, arra akartam visszatérni, hogy ugye a festett, ha ugye azért el tudja vinni. Tehát ezzel az eredeti egyéniségünket, meg ami eredetileg jól lát nekünk, tehát mindig akkor a mostanit kell nézni, a mostani összhatás, hogy most milyen a szemem, milyen a hajam színe, és ugye ezt még ráadásul sminkel is. Tehát ugye egyszer, ha már tisztában vagyunk, hogy körülbelül milyen színek állnak jó, akkor ugye felveszünk a ruhát, nyilván akkor a sminkbe a ruhaszínéhez igazodunk. És ugye mindig aztán eljünk ki a sminkbe, ugye szép rajtuk azokat a pontokat, ha a szemem szép, akkor azt hangsúlyozom, ha a szám, akkor a számot. És nyilván van egy átlagos, egy összes smink, ugye amit ugye az egész arcot, vagy ugye még a sminknél, ebbe belemegyünk egy kicsit, most nem akarok ebben részletbe, de ugye